Több évtizedes álmuk teljesült a nyíregyházi korisoknak, jégkorongozóknak, átadták a városi jégpályát. Korábban a hokisok a téli időszakban a Continental Arena melletti sátorban edzettek és játszottak, valamint Debrecenbe jártak át tréningezni. A közel 500 millió forintos beruházásnak köszönhetően egy nemzetközi szabványnak megfelelő pálya és a hozzátartozó kiszolgáló létesítmények várják a jégsport szerelmeseit. Beruházás összegének a 70%-át a nyíregyházi cégek adták a társasági adóból, a Jégkorong Szövetség támogatta, és megkaptuk a 30%-os önerőt a kormánytól, és így elkészülhetett egy nagyon modern, szép jégpálya, amit már látunk, használatba is vettek. A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke szerint fontos, hogy a csarnok elkészültével egy újabb fehér folt tűnt el a sportág térképéről. Egyre több a jégcsarnok, és az fantasztikusan jó dolog, hogy Taóból lehetett megépíteni ezt a nyíregyházi fedett jégpályát. Ez egy teljes értékű 30x60-as jégkorongpálya, ahol viszont gyors korcsolya, műkorcsolya, minden korcsolya sport üzhető. És hát nagyon nagy öröm, mert Nyíregyháza keleti nagyvárosként igazán megérdemelte azt a lehetőséget, hogy itt a gyerekek, meg a fiatalok, a felnőttek, meg minden korosztály tudjon korcsolyázni. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a sportnak a szórakoztatás mellett az egészségmegőrzésben is fontos szerepe van. Az utánpótlás nevelés nagyon fontos feladatunk, és az élsport is, hiszen hogyha nagyon sokan sportolnak, akkor egyenesen arányos azzal, hogy az élsportban is sikeresek leszünk. Ehhez viszont létesítményekre van szükségünk, és ehhez nekünk a kormány részéről mindent teljesítenünk kell, minden igényt ki kell elégítenünk, és ez is azt fogja adni, amit mindig hangsúlyozok, hogy egyetlen egy eszköz van a kezünkben, hogy az egészségünket meg tudjuk tartani, az pedig a sport, nem más. Az új jégpályán vasárnap már rendeznek egy utánpótlás tornát. A nagyközönség hétköznap esténként, hétvégeken pedig, ha nincs meccs, egész nap használhatja a létesítményt, amely jövőre egy lelátóval bővül.